A Herkócai Vlatko király közömbös a bíróság ítéletével szemben, mert, mint mondja, ez a bíróság nem számít neki. Azon kevés horvát közé tartozik, aki 1992. május 6-a után a faluban maradt. Emlékszik a radikális párt május 6-ai nagygyűlésére, amelyen felolvasták azoknak a horvátoknak a nevét, akiknek el kellett költözniük. Arról volt szó, hogy Horvátországból 300 ezer szerbet üldöztek el, ezért itt is el kell üldözni a horvátokat. Úgy hiszem, hogy ezeket a kiköltöztetéseket már a jugoszláv polgárháború kitörése előtt előkészítették. Ha igazságtalanság történt, akkor most elmarad az igazságszolgáltatás. Márpedig tény, hogy sok volt az igazságtalansága a volt Jugoszlávia területén, sok a bűncselekmény, így tehát nem osztottak igazságot. A plébános szerint a bíróság tényekkel rendelkezett, és munkájába nem kellene beleavatkozni a politikának és az egyháznak. Alek Éjgy a Sesegy elleni eljárásban tanúskodott, és, mint mondja, számított a felmentőítéletre. A vádirat bizonyos része szerint elítélhették volna, de az nem az erőszakra való felbújtás büntette. A hágai törvényszék szerint az nem bűncselekmény. A Herkócai katolikus templomba mintegy 500 helybeli jár, akiknek a fele feltehetően horvát nemzetiségű. Ők nem kívántak kamera elé állni, más helybeliek viszont örömmel fűztek kommentárt a bírósági ítélethez. Jól tette, amit tett. Az ember nem vétkes abban sem, amiért 12 évet ült. Már korábban fel kellett volna menteni, most meg kell jutalmazni. Örülök, hogy igazi hazafi volt. Azért ment oda, hogy az igazságért meg a szerbségért harcoljon. A vádirat értelmében a szerb radikális párt 1992-es május 6-ai nagygyűlése után 722 személy költözött el Herkócáról.